Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a Békés megyei hírlap díjátadó gáláján. A hagyományokhoz híven minden évben más településen tartják meg az év legsikeresebb sportolóinak és embereinek díjátadó gáláját. 2019. február 4-én ünnepélyes keretek között került átadásra Mezőkovács házán az év sportolója, év embere 2018-as díj. Mégis engedjék meg, hogy elsőként az év sportolója díjat immáron 42. éve adját a Békés megyei hírlap és a beo.hu. Az év embere díjat 12 éve adják át Békés megye legkiválóbbnak tartott embereinek. A rendezvényt kulturális műsorával színesítette a Mezőkovácsházi Duma Színház társulata. Pocsai Rihád, a Békés megyei hírlap főszerkesztője köszöntötte a megjelenteket. Köszönjük szépen, hogy ilyen szép számban elfogadták meghívásunkat rendezvényükre. Engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjak Mezőkovácsháza önkormányzatának. A főszerkesztő úr köszöntője után Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármesterének beszéde következett. Őszinte szívvel köszöntöm Önöket városunkban. Varga Gusztáv, mint mondta, őszinte szívvel köszönti a megjelenteket, továbbá megtisztelőnek tartja, hogy a Békés megyei hírlap az idejében Mezőkovácsházát választotta a gála helyszínéül. A polgármester úr beszédében röviden bemutatta a települést, majd hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy Mezőkovácsházán kívül Dél-Békés 40 ezer polgárának is segítsenek. Egy esztendő eredményeit értékeljük a következő percekben. Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy egy esztendő eredményét értékeljük a következő percekben, viszont ahhoz, hogy ezek az eredmények megszülethessenek, nagyon sokszor évek vagy évtizedek hosszú-hosszú munkája szükséges. Nagyon sok munka, nagyon sok energiabefektetés áll egy-egy kiugró teljesítmény mögött. Megköszönte mindazon település vezetőinek a segítségét, akik támogatják a helyi sportolókat. Köszönetet mondott a megyei hírlapnak és a résztvevőknek a munkájukért. A korábbi időszakban a lapolvasói szavazták meg az év sportolóit, néhány éve viszont ismert sportszakemberek, közéleti személyiségek és természetesen az olvasók leadott szavazati alapján kerülnek ki a győztesek. Ez alkalommal sem történt ez másképp. Minden kategóriában a legjobb hármat díjazták a kapott pontszámok alapján. Az év sportolója következők. A 2018-as év legeredményesebb Békés megyei női sportolói Morcsányi Rita, röplabdázó, Szabó Ágnes erőemelő és Márton Anita atléta. A 2018-as év legeredményesebb Békés megyei sportolója Kós Benedek kajakkenus, Opauszki Dávid kickboxos és Balogh Nátán fekvenyomó. A 2018-as év legkiemelkedőbb és legsikeresebb férfi sportolója a közönség, valamint a szakmai zsűri által Balogh Nátán, a Vésztei Marvel Team SE csapat fekvenyomója, akit három kategóriában is díjaztak. A kitüntetésről és a tokiói fekvenyomó világbajnokságra való felkészüléséről kérdeztük Balogh Nátánt. Hát egy nagyon színvonalas rendezés volt szerintem. Most először veszek részt ezen, de ez nagyon tetszett. Háromszor díjaztak. Remélem, hogy jövőre is ugyanezeket el tudom érni legalább. A 2018-as év legeredményesebb Békés megyei csapata Marvel Team SE vésztő fekvenyomó csapat, Handland Mezőberényi SE extraligás férfi asztaltenis csapat és a Svitelszki Békés Csabai RSE extraligás női röplabda csapat. A Marvel Team SE abszolút győztese lett a közönségszavazásnak, és a csapatok közötti versenyben a harmadik helyezést érték el. Az eseményről és az idei év terveiről kérdeztük Belker Rolándot, a Marvel Team SE csapatkapitányát. Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. 2002-ben, amikor megalapítottuk a Marvel Teamet, a barátaimmal álmodni sem mertünk volna, hogy ilyen eredményeket fogunk elérni. Nátán idén az első sportoló, akit egyesületünkből kiemeltek, hogy megkapta az év Békés megyei sportolóját. A Marvel Team pedig harmadik helyezett a csapatok között. Hatalmas munka van mögöttünk, ilyen évünk, mint a 2018-én úgy érzem nem igen lesz. Nagyon sokat tettünk, hogy ilyen eredményeket érjünk el, és azon vagyunk, hogy Tokióba idén bizonyítsunk. Molnár Sándor vésztőváros polgármester is részt vett a rendezvényen. A kapott díjakról kérdeztük Molnár Sándor polgármester urat. Azt gondolom, egy újabb olyan sikertörténet, amelyekre a vésztőiek is, a vésztői önkormányzat is büszke lehet, hiszen olyan sportolóink kaphattak ma díjat, akik méltán megérdemlik az eredményeik után, és viszik vésztő jó hírnevét a megyébe, az országba és világszerte, és bízunk benne, hogy ez a sikertörténet ez folytatódik majd most májusban Tokióban is,
és hogy a város is meg tudja ezt hálálni, egy olyan új sportközpontot szeretnénk a részükre is biztosítani, ahol ezt az eredményes munkát tudják tovább folytatni. A 2018-as év legeredményesebb Békés megyei edzője Nyerges Attila, Kormos Mihály és Eperjesi László. A 2018-as év Békés megyei leány utánpótlás korú sportolója Szél Anna birkózó. A 2018-as év Békés megyei fiú utánpótlás korú sportolója Apáti Bence atléta. A Békés megyei hírlap külön díját az Alföld Vívó Akadémia kerekesszékes párbajtőrözője Szarvas Zsolt és Farkas Krisztina fekvenyomó kapta. Hagyományához híven Csendes Ferenc Békés csabai festőművész három személynek nyújtotta át egy-egy alkotását. Ezúttal Szabó Ágnes, az Orosházi Toldi Ese erőemelője, Varga Gusztáv Mezőkovács háza polgármestere és Opahuszki Dávid Békés csabai kickboxos kapott festményt a művésztől. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója mondta el ünnepi beszédét. A Békés megyei kormányhivatal nevében köszöntött mindenkit. Beszédében kiemelte, az első szó a köszöneté, mert a Békés megyei hírlap immáron 42. éve rendezi meg ezt a gálát, amelyet hihetetlen siker övez, illetve a másik rendkívül fontos dolog, hogy nagyon komoly tábora van ennek a rendezvénynek. Továbbá kihangsúlyozta, hogy Békés megye helyzetéből, fekvéséből egy hátrányos megye, azonban az biztos, hogy nagyon kevés olyan megye van, amely ennyi sportolót adott saját megyéjének, az országnak, vagy akár a világnak. A 2019-es év sportolója díj gálát a Békés megyei kormányhivatal fogja megszervezni a Békés megyei hírlappal közösen 2020-ban. Ez alkalommal is bebizonyította Vésztővárosa, hogy bár kis településnek számít a megyében, mégis bajnokokat képes adni a nemzetének, akik sorra világcsúcsokat döntenek meg.